Szegény gombóc Artúr, Csukás István meséje, részlet. Pompom ült egy ágon, hogy ki is Pompom, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Most olyan nehéz vagyok, mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét. A kerek csokoládét, a lukas csokoládét, a töltött csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon. És mi volt Gombóc Artúr legnagyobb bánata? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréssel csőrrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. És mégis csak hízik, csak dagad. Éppen ezért már nem is röpköd a levegőben, csak gubbaszt és fogyókúrázik, illetve majszolja a csokoládét, mert azért valamit ennie is kell. Egy reggel látja ám Gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hús, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott, és lekiáltott a bámészkodó Gombóc Artúrnak. Hé, Artúr, te nem jössz? Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, és a homlokára csapott. Hát persze, ősz van, teljesen kiment a fejemből a nagy fogyókúra miatt. Felnézett a fákra, a levelek is lehullottak, vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Egy kisebb bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölközőt és zsebkendőt. Egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit ennie is kell. S mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, és felsóhajtott. Hajjaj, de messze van Afrika, soha nem érek oda gyalog. Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett. De miért menjek gyalog? Felszállok erre, felszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve egy kis teherautó, a sofőr vidáman fütyűrészett. Ugor fel hátra, mondta a sofőr fütyűrészve. Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol már nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre, az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott. Hogyan kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép. Majd aztán hátra nézett, s rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen. Azonnal szállj le, te dagadt! Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, s elrobogott. Hajjaj, sóhajtott Gombóc Artúr, hogy jutok én Afrikába? Ezután eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett. Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton. Fogta a két bőröndöt, s leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott. Beszállás! Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta. Mehetünk, kiáltott előre, s a vonat elindult. Végre utazom, gondolta Gombóc Artúr, s elégedetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket és egy bámészkodó kutyát.
Robogott a vonat, robogott, s egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, eddig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, amikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott. Mi ez? Mi ez? Kiabálta a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat. Ezeket már láttam, dünnyögte, az előbb hagytuk el őket. A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. A mozdonyvezető végigszaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn Gombóc Artúrt, aztán azt mondta. Aha, egy potyautas, azonnal szállj le, miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt. Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után. Hajjaj, sóhajtozott, hogy jutok én Afrikába? Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett. Hát hogyan? Hát hajón! Fogta a két bőröndöt, s leballagott a kikötőbe. Ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre. De hogyan jutok fel rá? Meglátta a teherdarut. Hogyan? Hát teherdaruval. Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ülébe fogta, s felkiáltott. Mehetünk! Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzős rakodóterébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön 1 métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot. Mehetünk, nem bír el többet ez a hajó. A tehergőzős dudált egy nagyot, és lassan, de elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, és így mormogott. 1000 árbóc és vitorla, úgy mászunk, mint egy csiga, kinő a szakálla, mire Afrikába érünk. Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, s elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek. Hát ti hová mentek? Kiáltott fel. Megyünk haza, Artúr, vége van a télnek, mondták a madarak, s hús, eltűntek a levegőben. Jaj! Mondta Picúr, szegény Gombóc Artúr, mi történt vele olyan messzi Afrikában? Találkozott Radírpokkal, de erről majd legközelebb mesélek.